Egy ország ismerte meg őt kormány szóvivőként néhány évvel ezelőtt. Fiatal volt és sikeresnek látszott. Sokan talán még irigyelték is. Tegnap előtt éjszaka váratlanul önkezével vetett véget életének. Daróczi Dávid a napokban lett volna 38 éves. Csak nem ezren emlékeztek rá tegnap este a parlament előtt. Köztük volt szerelme, Liptai Klaudia, ott voltak rokonai és ott volt legjobb barátja, Batiz András is. Miért pont a Dunapart? Azért akartuk, hogy a Dunaparton ott a parlament előtt legyen a megemlékezés, mert ha volt épület, amit a Joci szeretett, az a parlament volt. Mi látszik kívülről? Egy sikeres és boldog ember. A karrierje szinte töretlen. Ha csak felmerül benne egy álomszerű valami, nem sokára valóra válik. Elindul egy csepeli putriból, és a miniszterelnök közvetlen munkatársa lesz. A külcsi mögött meg ott az ember, akit nagyon kevesen ismernek, aki bizonytalan, sokszor kételkedik saját magában, és nehezen hiszi, hogy minden valóra válik. Elmondom a sztereotípiát. Itt van egy vonzó, sikeres ember, aki feltehetőleg nem közanyagi problémákkal, aki szerelmes, és emberek tömkelegének ennek a töredéke sincs meg. És mégsem ölik meg magukat, és ezért áll mindenki értetetlen, hogy amikor mindene megvan, akkor miért? Én nem vagyok szakember, de azt tudom, hogy az emberi lélek az kifürkészhetetlen. És amikor küzdünk azokkal a démonokkal, amik ránk találnak, mindenkire találnak démonok, rád is, rám is, Jocira is, akkor vagy meg tudjuk küzdeni a saját küzdelmeinket, vagy nem tudjuk megküzdeni. És sok-sok küzdelmet küzdünk végig az életünk során. Ő egyben alul maradt. Amikor karrier szinten már nincs hova tovább, akkor úgy dönt, hogy itt az ideje a szerelemnek, és még ez is sikerül. Ő életében először igazán szeretett, és viszont szerették, november óta. Ők szerették egymást a Klaudiával. Azt pontosan lehetett tudni és látni rajta, miután a munkánk során találkoztunk, és azért volt szerencsénk, hála Istennek, az elmúlt időszakban is látni őt privát alkalmakkor is, hogy nagyon szereti azt a nőt, és Klaudia nagyon szereti őt. Ez egészen egyértelműen így volt. Batiz András a legjobb barát. Azért ajánlotta fel az üresen álló lakását, hogy Dávid vagy Joci, ahogyan ő szólította, tudjon hol aludni azokon a ritka estéken, amikor éppen nem Klaudiával van. Még be sem költözött, a holmiai dobozokban voltak. Nincsenek válaszok a mi értekre, ugye? Ez így van? Nem az a dolgunk, hogy azt kutassuk, hogy miért történt, ami történt, hanem az a dolgunk, hogy emlékezzünk rá, úgy emlékezzünk rá, hogy ismertük az életben. Arra csillogó elmélyű, hihetetlen mélyérzésű, nagyon okos fiúra, aki ő volt. És azt hiszem, hogy ha bármiféle okot kezdenénk keresni, akkor az ezt akadályozná. Hozzá kell tennem, hogy mindannyian küzdünk az életünk során démonokkal. Kinek gyengébb démonok jutnak, kinek erősebbek. Ő is küzdött démonokkal. De ő alul maradt ezekkel a démonokkal szemben. Ez történt szerintünk. Minden újság tényként kezeli, hogy súlyos depresszióban szenvedett. Ezzel szemben mindenki, aki szerette, kéri, hogy ne így emlékezzünk rá. Ne az legyen a fontos, hogy beteg volt. Megjelent, hogy beteg volt, hogy depresszióval küzdött. Elhatároztuk, és elhatároztam, hogy semmilyen módon nem kívánok találgatásoknak teret adni, vagy azokat megerősíteni, vagy bármilyen módon cáfolni. Azt szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy ő milyen ember volt, és azt szeretném, hogyha nem azzal foglalkoznánk, hogy történt mindaz, ami történt, hanem arra, hogy mert megtörtént, és nem lehet rajta változtatni. Avval, hogy 38 évet itt élt a Földön köztünk, és abban voltak nagyon jó és boldog pillanatok, aminek sokan részesei is voltak, sok mindenről még az emberek is tudtak, akik újságot olvastak, és erre emlékezzünk. Utólag olyan végtelenül egyszerű okosnak lenni, azt mondani, hogy voltak előjelek, kellett lenniük. De még az sem igaz, hogy nem voltak körülött emberek, akik szerették és odafigyeltek rá. Igenis voltak. Ő tudta és elfogadta, hogy szeretik. Egy embert nem tudott elfogadni, saját magát. Így utólag látsz előjeleket? Mindenki felteszi magának azt a kérdést, hogy mit tehetett volna. De aki ismerte a Jocit, az pontosan tudta, hogy milyen ember volt. Ő egy végtelenül következetes ember volt. Ha egyszer valamit elhatározott, az úgy volt.
ha azt gondolta, hogy ez így helyes, azt helyes mondani, amit mondott, akkor azt mondta. Ha elhatározta, hogy mit kell tennie, akkor azt tette utána. És nem lehetett eltántorítani őt. Azt gondolom, hogy a halálában is ez történhetett. Kedden született meg Batiz András kislánya. Este a barátokkal elmentek ezt megünnepelni. Várták oda Daróczi Dávidot is, de nem ment. Nagypénteken, talán okkal pont ezen a napon, egy üres lakásban, kartondobozok között tette meg azt, amiről azt gondolta, hogy megoldást jelent. Sokat beszélgetünk hitről, Istenről, Bibliáról, mindenről, ugye majdnem pap lett. És szerintem mindig is ott volt az Isten közelében. És a nagyobbik fiunkat is nagyon szerettem. És ezen a héten kedden megszületett a kislányunk, és ő nem látta, nem tudott bejönni a kórházba, de küldött, küldött egy SMS-t. És ma már úgy gondoljuk, hogy talán ezzel búcsúzott is tőlünk. Azt írta a kislányunknak, hogy Isten áldása kísérjen egy hosszú és boldog életen át, kis Léda. Az élet szép, ezt a legrosszabb pillanatokban se felejtsd el. Létezik igaz barátság, igaz szerelem és mennyország itt a Földön is. Neked legyen részed mindegyikben. Talán ezzel akarták köszönni.